Üdvözlök ismét mindenkit nagy szeretettel, ez itt a Morrowind végigjátszásának soron következő epizódja. Az utolsó részben ott hagytam abban, hogy gyakorlatilag elkezdtem a Hortátori rangra gyúrni, ezt a Redoran házon belül elnyertem, és jelenleg a másik két főház, a Telvanni, illetve a Haladó háztól szeretném ezt szintén elnyerni, én ide fogok majd jönni, és az a lényeg ugye, hogy a sztori alapján én arra gondoltam, hogy elvileg Redoran háznak kell meggyőzni a többi házat, de mivel nem igazán láttam nyomát az eseményeknek, így, és nem készült el, ugye van egy ilyen stronghold, amit elkezdtem építeni, na most az sem akar tovább gördülni, nem ment a következő fázisba, úgyhogy úgy döntöttem, hogy kezembe veszem az irányítást és eljövök. Megnézem a Lalu-házat, meg a Telvannit is majd. Pár bajval legyőztem, hogy az utolsó Redoránt, aki nem akart beleegyezni abba, hogy én legyek a Hortátor, és hát legyőztem. Ért halál párbajban, tehát meghalt, és mindenki rám szavazott, úgyhogy én lettem a hivatalosan Redoran házban a Hortátor, ami tök jó, de sajnos még nem elég. Fogalma sincs ki itt a ház feje, hogy kivel kéne meg mit csinálni. De Lucas, hopp. Aha, azt itt van egy sárga könyv ugye a Lalu házról, ami listázza a Lalu tanácsnokokat és az ő rezidenciájukat, és hogy egy kis hozzájárulásért cserébe még többet mondana nekem. Mondja, öcsém! Akivel beszélned kell, Crassius Curio, Lalu plázában van vivekben az ő kis háza, vagy birtoka, nem tudom. Aha, bárkit is kéne meggyőznöm, valószínűleg legkönnyebben megfűzhető, meggyőzhető emberke. 50 aranyat megért az információ, köszönjük szépen, Crassius, Curio. Aha. Gyengeségi miatt könnyen manipulálta, most vagy drogfüggő, vagy piás, vagy nem tudom mit csinál, de mindegy, érdekesen hangzik. Azt tudjuk ugye a Lalu házról, hogy hoppá! Egyrészt, hogy megéri tréningelni. Nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy tudjuk a házról, hogy hát a módszerek nem egészen tiszták, finoman szólva. Úgyhogy lehet próbálkozni. Ugye rögtön úgy is kezdte, hogy rögtön egy lefizetéssel indult az egész questline itt kb. Illetve ezek a tanácsnokok, úgyhogy hát vicces. Valószínűleg nem úszom meg, amit mondtam, ugye, hogyha nem is csatlakozom a házhoz, de meg kell győznöm a tagokat. Másik házakban is, tanácstagokat, hogy rám szavazzanak. Úgy tűnik mégiscsak mindenkit egyesével kell meggyőznöm, vagy nem tudom, de hát nem örök neki annyira. Mindjárt azért rákérdezek a témákra. Hello Hortátor, meg ilyesmi, mit szólsz hozzá. Security nincs itt pont mi, azon elépek szintet, az a baj. Ja, mindegy, azért trénálom magam, amíg lehet. Eddig lehetett, oké. Okay. Advancement, join. Igen, Redoran ház tagja, ugye nem csatlakozhatsz másik házhoz, ezt csak kipróbáltam, de sejtettem is, hogy így van. Ugye ez a szabály. Ezért is gondolkodtam azon, hogy mi lesz itt a Hortátori dolgokkal. Requirements, rules... Hát vele nem nagyon lehet dumálni ilyenekről, úgyhogy kicsit itt még körbenézek. Aztán meglátjuk, hogy ha nem tudok itt haladni, akkor kénytelen leszek ugye elindulni vivekbe. Ahhoz a tanácstakhoz, akit ő említett. És hát egy kicsit, hogy is mondjam, meggyőzni arról, hogy segítse az ügyemet, finoman szólva. Sajnos nem tud már trénelni. Na, van egy két ilyen eslender, illetve hát ilyen sötét elf, aki valószínűleg élt kint a pusztán, és sokat tud az ilyen témákról, de nekem itt a Hortátori dolgokat kéne látnom, és azt nem látom, úgyhogy az sajnos nem jó. Jól megdumáltam. Nem sok minden. Hoppá, construction contract. Igen, azt mondja, hogy mind a három nagy ház mostanában ignorálta ezt a szabályt, hogy ilyen kontrakt kell, de ő ügyelni fog erre. Ugye valószínűleg, hogyha a Lalu házba léptem volna be, akkor itt lehetett volna intézni a papírokat. Aha, lent itt ilyen landed, meg ilyenekről is magyaráznak, de ugye nem kell belefolynom. Azt ilyen birtok is kell először, meg utána a ház, vagy nem tudom ez most hogy volt. Hogy nézett ki pontosan. Nézzük a tréninget, van-e valami érdekes? Nincsen. Szóljuk.
Jó, akkor H betű az, ami minket érdekelt, Lalo, az nem sok minden. Az sok minden. Hát... A nagymester kell nekem itt egy Uber tanácsnok, vagy valami. Nem. Nézzük csak. Az Lalo. Nem nagyon jönnek el itt olyan témák, úgyhogy... Mert itt tudom, tényleg el kell mennem üvegbe. Ez kivisz. Vagy még a többi épületbe is itt körbe kell néznem. Tréning, azt mondja meg. Hát ez akár, akármelyik jó lenne. De nem tud edzeni sajnos. Aha. Ezek nem kellenek. Nézzük a témákat, mondd el valami érdekeset. Nem úgy tűnik sajnos. Ez is kivisz, nem, ez még nem visz ki. Tidings and good wishes to you, friend. Nem egy tipikus lagúházbeli tag, ugye ő nem sötét elf. Akrobatikára? Nem. Nem baj, nem adjuk fel. Nem igazán... Nem igazán jártunk itt sikerrel, úgyhogy... lejövök. Ez az épület szerintem ez ennyi volt. Megnézem, van itt még valami érdekes. Szerintem ez volt itt a lényeg. Köszönöm már. Csak felmegyek az emeletre, hogy biztos, hogy itt voltam az előbb, de szerintem igen. Hát ez az ajtó, oké. Van itt még épület, azt mondja, Tremelman már. Igen, ugye a tanástagokat kéne megnézni, hogy ki hol van. Valószínűleg itt van egy-kettő, igen, ezek a Lalo. Ugye ezek valószínűleg itt egy-kettő ilyen nemes van, Morakton. Valószínűleg itt van egy-két olyan nemes, aki már tanástag is, úgyhogy nézzünk is rá a példát a könyvből. Azt mondja, hogy ezt a nem a barna, nem a sárga könyvet kéne néznem. Ez az. Ugye most itt kiderült, hogy három nagy házról beszéltek, tehát valószínűleg az a két kisebb ház, ami még említésre, tehát említve volt valahol, az nem fog nekem kelleni itt a tanács meggyőzéses questline-ban. Na azt mondja, Master Drum, Barrow, Grace of MCV, törö-törö-törö. Gentleman, no fixed residence. Hát ez érdekes. Counselor of Law Council, Anaphoristic Free Trader. Drum, Barrow. Aha, Cassius Curio őt mondta, ugye? Vivekben lesz majd. District of Anaphilus, ez is Vivek. Tehát van két fiszkó Vivekben, ugye? Jól látom. District of Anaphilus, ez is Vivek. Mindenki Vivekben lesz, jaj, de jó. Nem tudom, mi a francia titul a tanács. Hogyha igazából Vivekben van mindenki, tök király. Ráadásul ugye Vivekből küldtek ide, jól emlékszem. Tehát, na mindegy. Marha jó lesz ez is. Már látom előre. Canton of St. Olms, aha. No fixed residence, azt mondja, Lalo compound, Curio Manor. Jó, ezek így össze-vissza lesznek ott is, nagyon szuper. Ezt alig várom. Aha. Moles Manor, Suram. Jaj, de jó. Hát ez... Úr, ezek ilyen össze-vissza lesznek, én nem tudom ezekkel mit fogunk csinálni, így. Ez kemény semmi értelmeset. Jó, akármilyen mandarok is vannak itt, benézek mindegyikbe, hogy hátha. Aztán meglátjuk, mert ez így nem... Nem túl jó eddig sajnos. Itt aztán nincsen senki. Aha, valószínűleg itt a tulaj. Az való, nem rövöröm. Annyira nem mondják meg a témák, úgy látom azért. Hát akkor őt itt hagyjuk. Na, ki lehet itt még érdekesebben a districtben?
Ez egy őrtorony, gondolom én. Így van. Nem nézünk be. A fiszkó nem úgy néz ki, mint aki érdeketlen ebbe, de még egyszer elnézek azért. Még nem tudtam meg. Most le. Szedjük. Hello Manor, Flavanzárva. Nincs másik bejárata? Aha. Ez bizony érdekes. Azért még nagyobb zár van. Törjünk meg. Nem Grandmaster azért, Journeyman az OS. Első sikerült. Szuper. Lehet, hogy akkor ott elrakhattam volna, de végül is mindegy, ha itt valaki rajta, akkor annyi. Mindig először felfelé. Hoppá. Hoppá, hoppá, itt mi történt? Valószínűleg ez quest helyszín lenne. Gyanítom, nem véletlenül néz ki ez így. Hoppá, ki van itt? Olinnél itt? Borzalmas, ami történt. Ralen, Laló, évek óta alkalmaz, mit csináljak? Igen, egy voltam Ralen Laló szolgái közül. Láttam a Dünmert, aki megölte saját szemeimmel, oda tudja nekem adni a gyilkos leírását. Hoppá! Dünmer, aki megölte Ralen Lalót, egy fiatal, vörös hajú volt. Nem tudom, mi volt a fej, ezt nem értem. Valamilyen divatosan öltözött, vagy micsoda? Egy Bone Mold Armort viselt, és egy Dwemer War Axe-ot. És ennél többet nem tud mondani, sajnálom, és sok szerencsét kíván. Ez érdekes, tehát az urát megölték. Hát, hogy ezzel most hol tudnék fordulni. Leírás lapja megtartam, még egyszer szinten. Egy sötét elfet keresünk, ugye vörös hajú. Nem tudom, mit jelent, hogy most én egyenesen ordja haját, nem tudom, mindegy. És ilyen Bone Mold Armort viselt, ugye ez az őrökön is az szokott lenni kb. És egy Dwemer War Axe volt nála. Hát jó, ez most így mondott is valamit, meg nem is. Mindenki volt rá. Neki volt a szolgája, igen. Naomi Harvett is jött, nem hiszem, oké. Okay. Hát ez egy érdekes sztori, amiben bekapcsolódtunk. Nem szerintettem, hogy itt lesznek ilyesmik, azért elkapom most már fegyvert. Hoppá! Hoppá, ez volt a szegény fickó. Itt kinyírt, aki így van. Most naplón beupdate-elődött. Bocsáss meg, kedves halott, de ezekre neked már úgy sincs szükséged. Az extra bogás cuccokat azért elrakom. Akkor már legyen a teljes szett. Minden extra bogás volt, hát... Húra. Nézzük a naplómat, hogy mit update-elt ebből. Megtaláltam a rendelő testét, igen. Volt testét sajnos. Igen, megkaptam a leírást is. Még nem tudjuk, hogy mit lehetne ezzel az ügyel kezdeni. Ez érdekes. Belecsöppentünk egy ilyen ügybe, bár nem erre számítottam, de... Ugye fura is volt, hogy zár volt az ajtókon. Aztán bezárkózott ugye a hölgy szolgáló, miután ez megtörtént. Na ilyesmi, hogy ez a Born... akármi ármorra. Nézzük, hogy lehet-e valamit dumálni ilyesmikről. Most mint Bad People. Érdekes. Nem tudom, milyen témát hozok fel neki. Most mindent előhozok, amit csak tudok. Game Guide. Oké. Aha, azt mondja, hogy ez Tanelen Velászra illik ez leírás a Council Clubban, Seal Strider fele. Hát Council Club, nézzük meg. Aha, Seal Striderre szemben, menjünk is oda, mert elfelejtem. Na, hát megoldunk itt egy gyilkosság ügyet közben. Hát ez érdekes, ugye, pedig hányszor voltam itt is, nem jutottam még el idáig, ugye. Ez a Council Club, aha. Nincs nagyon volt ebbe a két, azt hiszem itt van két ívó is egymás mellett, sose jártam kb. Ide.
szereplőt mondták. Most rosszul emlékszem. Ez csak véletlen, biztosítatlak Nintos az igazi gyilkos. Hát, érdekes. Azt mondja, a háza a középső, vagy a közepén van a sornak keletre az Odály folyót. Ugye azt mondja, az Odály, ami ketté választja Valmorát. Nintos, vagy micsoda, kicsoda. Hát. Nem tudom, hogy higgyek-e neki. Nintos, aha, pont ez az. Igen, közös a sorban van. Jó, ott átmegyek, és a közös a sorban. Hát meglátjuk, mi szól a vádhoz. Érdekes, itt egymásra mutogatnak az emberkék. Aztán az volt itt talán. Így van. Ha nehogy Isten rám támadna rögtön. Hát... Nem tudom, hogy a személy leírásokkal hogy állnak, de... De ez így fura mondjuk. Finoman szólva. Különösen. Én most nem tréningelek, annyira úgyse akartam azt elnyomni. See, now you know I'm innocent. Micsoda? Onnan is tudnám, már elnézést, lemaradtam valamiről. Hát ez érdekes lesz kinyomozni. Egyik a másikra mutogat, de ő miért mondja, hogy most már tudod, hogy ártatlan vagyok, fogalmam nincs. Bad advice. Az oké, hogy a kocsmában levő emberke megpróbálja magáról elterelni a gyanút, de hogy miért intézi lenni, lesz, most nem értem. Hoppá. Voltam azt kérdezni, hogy nem jött be. Hát visszamegyek a... Council Club-os barátunkhoz, hogy akkor most mi van? Öntsön tiszta vizet a pohárba. De még egy őrt, ha elkapnék, most persze pont senki nincs az utcán, tök jó. Mi van? Fickó van. Beszélek. Micsoda? Ilyen őrült itt, húzni nem, mit csinálsz már innen, stb. Mindegy. Hát pedig tanulnám vele azt terelő és ugyanút. Tanulnám vele az barátunk pedig, még mindig ott van a Council Club-ban. Valamit most már mondania kéne ezekre a vádakra. Nem vele az, ő az pedig. Hát... Ugye eladtam neki a cuccokat, így nem annyira látszik, hogy nézett ki előtte. Ez tény. Hát... Nem tudom, mit lehetne tenni ebben az ügyben. Akarom kicsit be... Itt sem vallja be, vagy ilyesmi. Hát valaki mondja már valamit. Nem ismer senkit, aki így néz neki. Mindenkit a Council Clubban azt gondolja, hogy Nintos ölte meg Ralen Halót. Igen, most megint elmondja, azt hallotta, hogy Nintos ölte meg. Most valami tartételt is a naplóm, nem tudom eddig miért nem, mindegy. Azt mondják, hogy Nintos volt. Jó. Felhozom még két embernek, hát ha mondanak valami újat róla. Murder description. Jó, azt mondjuk, hogy ugyanazt fogják szajkózni, de azért megpróbálom. Jó, hát nézzünk át megint kedves gyíkember barátunkhoz. Most, hogy meg... illetve, hogy több helyről is hallottuk ugye a plegykát, nyilván az
A gyanúsítottól azért nem annyira meggyőző, de hát ha mindenki azt plekkelje, akkor meg kell gyanús lenni a dolog azért, valljuk be. Na, csak kérdezzünk rá ismét, hogy is volt ez? Hoppá, mi van itt? Már semmi. Hát a plekkákat hallottam, igen, de a plekkák azt mondták, hogy te vagy a gyilkos, úgyhogy mondj rá valamit. Látod? Most már tudod, de ártottam, hogy nem tudom, honnan kell tudnom. Ezt nem értem. Aha, azt mondja, hogy egy párbaj volt a Nerano Manorban, és Andres vesztett. Aha, mondja, hogy hallotta is a plekekat, de ő nem gyilkos, és úgy gondolja, hogy valaki más terjeszti ezeket, mivel ő egy nem ide valósi és argóniai is ráadásul. Hát ez tök jó, csak ennél van meggyőzőbbel kéne előállni. Mármint ezt úgy értem, hogy ugye meggyanúsításhoz is valami meggyőzőbb nyom kéne, ez most eléggé egy ér, amit eddig itt kaptam, valami őrrel kéne megint beszélni, nem igaz, hogy csak ennyit tudnak. Nincs itt igazságszolgáltatás, nyírnak valakit, aztán semmi extra. Na, mesélj már valamit. Ebben a Council Clubban mindenki ugyanezt a sztorit meséli, úgyhogy nézzünk át a szomszédba. Ami vörös hajú elfet kell találnom, és akkor hát ha... Valami van meg, tehát oké. Na, ez is... Na, ő egy vörös hajú elfnek azért beillene, nem? Kicsit hasonlít rá. Ő se tud senkit. Valaki tudja már valamit, hát... Olyan nincs, hogy megöltek valakit, és senki nem volt, hát... Aha, tanulám Velászra illik ez a leírás, de basszus, nem akarja elvállalni, hogy bizonyítsam rá. Megpróbáltak visszamenni a szemtanúhoz és valahogy vele beszélni. Nem igazán vagyok forró nyomon, úgyhogy... Próbálják meg azt, hogy visszanézek a gyanúsítotthoz, szemtanúhoz. Mert akkor már többi házba is benézek, ha arra járok majd. Jó, na, hogyha adna valami ennél többi infót, bár azt mondta, hogy... Ami mondta, hogy milyen fegyvert viselt meg ilyesmik, azt nem tudom még, hogy tudnám. Hogy csak ki lehet jönni, oké. Nem tudom, azt még hogy tudnám megbeszélni vele. Mondál Mordvémer Warmax. Hát, nem tudom. Ki is mondtak, hogy ráillik, hogy hívták köztem. Aztán megjelent ugye a téma, Mentos. Nem arról semmi extrát. Szóval talán akárki az, hogy nincs itt, de jó. Nem tudom miért. Hát pedig az nem tudom, hogy itt ezt hogy vigyem előrébb sajnos. Senki nem mond semmit. Hát a foglalóba kéne visszanéznem és valakit megpróbálni lefizetni, vagy... Hát nem is tudom. Vagy valami nyomot kéne találnom itt. Csak nem hagytak egy cetlit, hogy sziasztok, én vagyok egy gyilkos, tehát... Nem tudom mennyire fog menni. Ja, azt mondta az argóniai... Ja, az nem erre mondta. Azt a párbajt, az másra mondta. Lalo. Hm.
Mit lehetne itt megcsinálni? Nagyon sok minden, és ezek ilyen raktárak, nem, tehát ilyen zsákok, nem hiszem, itt lenne bármi. Na mindegy, nézzük egyre egy tovább, nézelődjünk. Na hát akkor van-e valami érdekes téma? Nem. Ha ő meg azt mondta, hogy az argónai ölte meg, jól van, egyre jobb, keverednek itt a dolgok. Kis plegykák. Érdekes, itt terjesztenek mindenfélét. Úgy tűnik. Gárnak mondanak el plusz infót. Azt mondja, hogy vannak-e valami plegykák például. Nem tudom, mondanak rá semmit. Aha. Vajon csak. András Nalára mondja, igen, hogy valami esetben mondtam, hogy radaranokat felizgatta egy kicsit, aztán kihívta az egyik legjobbjukat, és hát elveszítette a párbajt. Azt hiszem, hogy kérdezem meg a szolgálóját, Urin Niritet, valószínűleg még ott van a házban. Nem hiszi, hogy bárhol máshol ment volna. Ugye megkérdeztem már, csak nem volt sajnos elég tiszta nyom. Hát... ugyanott vagyunk, ahonnan indultunk eddig sajnos. Érdekes, érdekes. Azt mondja, hogy... nem tudom, volt eddig megkérdezősködni, ugye? Ilyen szikret, senkit nem ismerek, igen, jól. Igen, borzalmas, ami történt, ugye mondja, de nem sok mindent tudok meg tőle se. Oké. Okay. Morak Tongil, na mondjuk jól jöttem, mindegy. Bár lehet, hogy nem. Nem is rossz ötlet. Meg is lehet közük a dologhoz igazából. Meglátjuk. Igen, mondja, hogy ilyen nagy ellenségek, a darabból lehúd meg a moráktong. Mindegy, klingen mellel. Tötötötöre. Már az ifjesen a hantalan, nem válaszra illik a leírás, ő is azt mondja. Tötötötöre. Ő is, de közben azt mondja, azt hallott, hogy az argonai ölte meg. Hát nem tudom, ezt mellett, hogy soha nem fogom felgöngyölíteni. Ilyen csúf eset lesz ebből. Kicsoda, azt tudja, kiről beszélek. Jó, nem? Tök jó. Hát igazából azt kell megnézni, igen, itt van olyan esetleg, akire ráillik a leírás, ugye? Tehát lehetett ő is akár az a gyilkos, Guild Bailey társuk. Talán belász, hogy rakszik ő is, oké. Okay. Aztán azt mondja, hogy argoniai ölhette meg viszont ezzel ellentétben. Jó, mert keverednek itt dolgok szépen. Nézzük meg itt, meg tudok-e valamit. És ugyanarra talán nem válaszra gyanakszik. Illetve rájlik a leírás, és az argonait hallotta, hogy ő tette, hogy itt össze-vissza mondanak ezek mindent.
Ez egy érdekes ajtó, az felkeltette a figyelmet. Lehet, hogy mentek egyet, aztán csak azért is megnézem, mi van itt. Kíváncsi vagyok. Nem hiszem, hogy gyilkossághoz bizonyíték, de ki tudja. De most te ne gyere ide, hát... Ez az van, csak fel, menj nyugodt. Itt sem vagyok. Na, tényleg, kész. Nem igaz. Oké. Rectum, what is description? Ez is a tandemvel azt mondja, hogy arra glik a leírás. Úgy hallotta, hogy Nine-tól zölte meg. Fel se tudja itt már mi az igazság. Próbáld meg feltörni ezt az ajtót, úgyhogy nem kapnak el. Eddig jó. Happy to make your acquaintance. Nem szól semmit, elvileg. Még jók vagyunk. Itt a titkos maradtam gyűlés. Hoppá! Hoppá, ott egy holttestet látok. Ez bizony kezd érdekes lenni. Nézzük az árat is. Javítok egyet, nincs mit javítani, oké. Na. Hát ha nem is azt, hogy göngyölítem fel, de egy másik barát, hogy belemászok. Gyakoroljunk a 100 000-ről, ha már. Legrossz... Ah, sikerült is. Metaslalu. Hoppá! Metaslalu amulettje. Azt gyanítom, hogy a nevesített el kell tenni. Metaslalu, hát... Biztos, hogy akkor a ruház tagja volt, gondolom én. Hát ezt úgy szépen idézelbe eltüntették ezt a hullát, annyira jól azért nem sikerült. Metaslalu. Megkérdezek, mondanak róla valamit Metaslaluról. Van ilyen témám. Egyáltalán a naplomban, igen, azt akartam. Mert az... Nincs valószínűleg... Nem tudni, hogy akkor ő ki volt pontosan még ezen a ponton. Jó kérdés. Melyik ház? Neranon Manor. Itt van egy zár rajta. És itt? Itt nincs. Furcsa dolgok vannak itt Balmorában. Manor, Andres Nelanornak a neve ismerős, ez mint valami fejes lenne. Council Club, igen. Gang War. Zlalo. Talán vele azt mondja ő is, nem tudok magit kihúzni belőle. Nevarin. Ugye a Laguháznak a nézete az, hogy elkerüljék az ilyen extrém vallási nézeteket. Ők a birodalmi hagyományokat követik, és tolerálják a mindenféle vallást, kb. Meg hitet, amíg ők nem ütköznek ugye a törvénybe, ugye rendbe. De most nála... Kérdezem a szolgáját, ő is azt mondja. Ha ő vonta vissza az ilyen idézőbb fikázódásait, így csúnyán mondva, igen. Hát, és sem tudtam mit elérni. Igazából. Na, rákadjak már itt el az asztalba. Kivogató volt ez a könyv. Mondhatni. Azt már láttam kintről elvileg. Ez viszont nem tudom mit rejthet vajon, úgyhogy benézek.
hozza csak a hálószobáját a fickónak. Azért már körbenézek, ha itt vagyok. Látok valami gyanúsat. Ha lehet szedni össze az állat is. Már még a csapdával kezdtem, most kipróbáltam. Érdekes. És pénz. Hát, ha már jártunk, kapjuk fel. Ilyen rosszat forgatok. És szekrétén most nőtt ez az extravagáns cuccok. Hát nem találtam itt semmi olyat, amire legalább azt mondanám gyanús igazából. Most nem töröm fel mindenét, mondjuk. Igazából ide amúgy is csak benéztem. Na nézzük, hogy voltam itt. Igen, mit tudom, hogy gyilkosság végbe nyomozhatnék. Ő mondta valamit például. Ha már erre kolbász vagy a gyilkosság közelével. Senkit nem ismer, aki rájön a leírás. Jó. Nem tudja, kiről van szó. Érdekes. És nincs több olyan téma. Jó, akkor... És itt megkérdezzük a kedves szolgálót, mit látott. Nem tudom, mit tudnék még itt ebbe kinyomozni, az a baj. Idegesítő pedig, de... Nem tűnik úgy, hogy haladna a dolog. Győzzem meg jobban. Na. A fenébe. Na, most már százasan szeret engem. Próbáljuk meg így. Hát többet nem tudtam meg sajnos. Szerintem nála nincs itt valami gyanúr, de szerintem nincs. Hát ez bizony kár, mert megint nem látom, merre lehetne ezzel haladni. Egy őrtes elemi... Hoppá! És pont az akrobatikám nőtt, és szintet léptem, és meg lehet az a hőnállított szintlépés, amit már régóta nagyon szeretnék. Egyszerűen jutok előrébb ebbe az ügybe. Bemegyek megint a Council Clubhoz. A szomorú az itt a Laluházban sem igazán tudtam haladni. Még egyszer futok itt egy kört. Ezt a gyilkosságra is rákérdezek. Meg hát találtam egy hullát is, nem tudom arról miért nem volt szó, de mindegy. Hogy nem jöttek elő a dolgok. És azt mondja, talán nem belesz lehet, hát nem tudom. Jó sok témát tud érinteni egyébként. Nézzük a leírást. Senkit nem ismer, aki ilyesmi lehet. Kérdezzem a szolgálóját, jó. Én sok mindent alapból nem mond, úgyhogy mindegy. Biztos nincs, hogy senki nincs. Velük dumáltam, és akkor az ott kivisz. Oké, itt nincs ajtó. Ez kivisz. Érdekes ez a város, komolyan mondom, hogy egyik ilyen találok egy hullát, másik ilyen igazából még egy hullát mondhatjuk, és úgy senki se volt, az őrök se tudnak semmit. Valaki jól lefizethette az őröket, vagy nem tudom mi volt itt, de tényleg furcsa az egész. És a legrosszabb, hogy nem tudok a főkvesttel kapcsolatosan sem beszélgetni igazából velük, úgy néz ki. És ugyanazt mondja, mint a többiek. Nem kezdem a szolgálót, persze.
Nem is jönnek olyan plegykák, hogy megöltek valakit? Nem értem ezt. Na mindegy. Jó, hogy ezt megkérdezzük, ha nem, akkor fasz. Nem sem ismer senki ilyesmit. Kérdezzem a szolgáját, hát... Na, megkérdeztem. Sorokba kéne szorítanom, hogy az egyik gyanúsítottad, de igazából nincs semmi a kezembe, amivel... tudnék valamit kezdeni, úgyhogy... nem tudom, kit tudnék ezügybe megkeresni. Hát most csak a több beszélhetnék itt össze-vissza emberekkel, gyakorlatilag bármelyik random NPC dobhatna infót. Ezt nem fogom tudni most megoldani. Egyszer nem tudok meg többet ennél. Esetleg a Council Club, vagy mi volt az, tehát hogy felnézek. Még mondjuk Laguháznak kellene egy kéme áldrumba, még tudják, hogy Redranok mit terveznek. Ha ez így van, akkor én most nagyon beszélve vagyok. De hát végülis nem beszélve, mert ha támogatok engem, akkor nem vagyok veszélyben, nem akkor esetleg mégis. Nem tudja, ez se kicsit, de... Ha itt vagyok, már ledobáltam a nálam levő cuccokat. Hoppá, ha itt még van egy-két plusz ember, hát ha. Hát, ők tudnak valami szaftos plegykát. Nem ismer senkit, akire rájlik a leírás. Biztos benne, hogy nem gyilkos, az Nine Toes. Hallotta a plegykákat, de nem lehet Nine Toes. Oké, de barátocskám, akkor ki ez? Komolyan. Plegykát azt én is hallottam sokat, sajnos. Konkrétumot nem nagyon, talán nem válasz. Hát, hogy meg kell nézem az áruit, hogy ott van a páncél, meg ez a fegyveres, azt vagy ráfogni, vagy én nem tudom, de... Dranas Dradas, hú, de jó neve van. A random name generator ismét nagyot alkotott. Valami lusta programozó csinálta, amelyek hasonló lett a neve. És ugyanazt a plegykát hallotta, hát nem nagyon jutok előrébb. Mit csinálják itt? Nagyon biztos vagyok benne pedig, hogy itt kéne valahol megtalálni a megoldást. Milyen bizniszelési lehetőség van itt? Még pont a fejéről levenném ezt a sírkot, nem látok semmit, nem mindegy. És hogy néz ki, hopp. Nem, ez csak ilyen erről. Megpróbálok minden témát érinteni vele, hát ha elszólja magát, vagy ilyesmi. Nem tudok mit kihúzni belőle. Ezt mondja, ez a másik fizikó ártatlan, de egyszer rá kéne bizonyítanom valahogy, és nem tudom mivel. Meg kell próbálnom ellopni tőle valamit, hát még nem hiszem. Nem hiszem, hogy mindenki felezi ezt a gaz fizikót, tehát valaki mondja már valamit. Tudom, hogy mindenki azt gondolja, de engem az nem érdekel. Áj, Istenem. Ne ranom magad, ott dolgozik. Hát ez érdekes. Valaki mondja már, amit könyörgöm.
A kocsmáros nem tud semmit, akkor... Basz. Még ez, hazudnak, tehát hogy nem ismerek senkit, akire lehet leírás. Tehát az itt dekkoló kovács, ezt egy-egy ráillik a leírásra, azt mondják, hogy nem ismernek ilyet. Tehát biztos, hogy hazudnak. Vagy nem meggyőzni át, ha kicsit jobban fog mesélni. Aha. Sharing is good, de van a szalály, like sharing. Ez a sharing, a megosztás, ugye? Én odaadom a pénzem neki. Ez tök jó. Így nem csinálom, hogy tetszik neki. Hát, pedig nem lettem okosabb sajnos. Na, ez is ilyen vörös hajú. Gender challenges. Lehet, ha csak fedezi a nőjét is, ez volt az igazából. Nézzük csak. Nem ismer senki őt, hát persze, senki nem ismer őt, akire ráillik a leírás. Meglepő módon. Köpjön be valaki ezt a fickót. És csak nem, és csak nem. Talán itt lent. Nem igazán hiszem, hogy itt is okosabb lennék. Szerintem több zár, megnézem át, de nem hiszem, hogy itt találnék pont nyomokat, úgyhogy... Hoppá, hoppá, ajjajajajaj. Ez nem kellett volna. Ez biztos nem kellett volna. Én is megadom magam. Srácok. Nem mondjam neki egy rekord. Hát ez így gázos, mert vissza kéne töltenem. És a fel tudja, hogy hát így van, 100 éve mentettem egyet. Még nem is haladtam sokat, az is tény. Hoppá. Megnézem a naplomat, legalább addig eljutottam, addig most a szánakba. Igen, vannak plekkák, addig eljutottunk. Jó, hát ennél sokkal okosabb nem lettem igazából, hogy tök mindegy. Itt találtam meg ezt a hullát. Jaj, nem, még nem találtam meg a hullát. Akkor még megtalálom. Azért ezt nem mondjam itt. Bármi is legyen ennek a sztorinak a vége, de nyakláncot elviszem a fickónak, hogyha nagy isten később majd valaki őt fogja keresni. Mert tudjam bizonyítani, hogy sajnos már nincs köztünk. Ezek már nem nevesített cuccai, úgyhogy sajnos ez van. És itt még pont nem léptem meg a szintemet szerintem, ugye? Hát... Kicsit ugrálozok, meg szaladgálok. Aha, így már megléptem, szuper! Jól van. Mit, hogy más, hogy egy hulla mellett aludva fogom meglépni a szintemet, egyértelmű. Na, egy ötszörös intelligencia bónusz, ez nem jön rosszul. Speedem, hát elvileg 101-es, tehát ezt most megnézem, hogy tényleg arra rakja, vagy nem. Ez tök jó, hogy akkor csak az intelligenciám és a lákom nem maxos már. A tápos csirke lettem, én azt a 100-ra maxolt, úgy látom. Igen, mostantól intre meg lákra tudok igazán pakolni, és az 55-ös szintet végre elértük. Ez egy elég nagy fordulópont azért, így. Nyers erőben legalábbis, ha másban nem. Mivel nem haladtunk a nyomozással, és igazából sajnos a fő questtel sem, még egyszer a Lalu házban esetleg, hát mondjuk,
Még pörgettem őket, és hiába mászkáltam, ott nem haladtam. Ez a vívekben levő emberek kéz, akik ezzel irányítottak, az a akárki, nem tudom kihez. Jó, meg azt mondta, igen, ugye vannak ezek a Acarmius Lucius, ilyen római nevűek. Aha, ez a Crassius, ugye az volt. Igen, hát hogy ő lesz a legkönnyebb, akit meg tudnék fűzni, bármire is van szó, oké. Okay. Crassius, Curio, Vivek City-ben. Hát akkor irány Vivek, de előtte meg ledobálom az utcámat a házamba. Azt akartam csinálni az előbb, és csak elfelejtettem. És mondtam, hogy milyen menő itt házat, én ugrálok, de itt látszik, hogy igazából nem nehéz ráugrani sajnos. Ebben sajnos. Nice sleeper. Dagotur calls you, bemászál, you can deny your lord, blablabla, ugye megint hívogat meg, mondja ezt a szövegét. Hát én meg bocsi, de nem vagyok erre vevő, úgyhogy... Aha, gondoltam. Provokáltam ki belőle, viszont csak megnyugodtam. Na hát Dagotur akármit is akart tőlem, nem jött be. Próbáljam meg újra. Na, lerakom az ilyen extravagáns ruhákat, meg nem tudom miket. Minket is szedegettem, azok most nem kellenek. És akkor vívekbe gyorsan átmegyek. Hát nem is tudom, bedobálom ide a sarokba, vagy tudom én hova. A székre lepakolom a ruháimat. Mintha csak a valóságban lennék, ugye? Ideglenes tárlónak megteszi. Na hát, azt hiszem, ledobáltam a lényeget. Az álmorom az marad nálam, bár maradhatna az Imperial álmor kb. Örökre rajtam, mert viszont majd az álmorom, tehát nem érzem meg azt, hogy lecseréltem a másikat igazából, de mindegy. Soha hát beverem a fejem kb. Hát ilyen dasztalról már ugrok egyet, akkor beverem a fejem. A terhelésem hát... Az álmor miatt gondolom rosszabb, de hogy miért még ennyi? Még mindig azt nem tudom. Sok tekercs esetleg. Kalapácsok, könyvek, hát mindegy. Úgyse nem fogok már lootolni semmit igazából. Ő érzem, tud valamit gyilkosságról. Érzem rajta, hogy ő tudni fog valamit. Mindig jól éreztem, mindegy. És tudni az egész szó szól, akkor rá, hagyjuk. Bár érdekes lett. Érdekes lenne felgöngyölíteni a sztorit, de... Jaj, nem látom, merre kéne tovább menni, úgyhogy hát mindegy. Évekbe menjünk akkor. És mindjárt visszaolvasom, hogy hol volt ez a fickó, akit keresnem kéne. Ez a Crassius, jó. Husband mansion in the plaza, a top Lalucanton. Tehát Lalucantonnak a tetején van elvileg a ő kis rezidenciája. És Lalucanton pedig... Fel se tudja, mert melyik volt, de... Ez mi a vörnapon? Itt többen is van, Lalu, oké. Okay. Itt többen is voltak ugye vívekben, akikkel tudnék beszélni még. Ugyanebből a házból, tehát hogyha ez a fickó valamiért mégse válna be, vagy nem tudok feldumálni, akkor többieket még érdemes lesz megkérdezni, attól függetlenül. Most ez itt már azaz, vagy... Ez jó esélye már Lalucantól. Hát mindegy, kerülök egyet. Jó, nem látok semmit. Ja, igen, itt tudok csak átjönni, mindegy. Ja, nem, ez akkor tényleg azaz, már. Lehet, hogy mégse. Aréna. Esetleg. Nem tudom elolvasni, miért nem tudom elolvasni. Nem, már látnom kellett volna. Lalucanton, addig jó helyen vagyok, és a tetején van a háza a fickónak, azt mondta. Úgyhogy jöjjünk fel, még talán nem a tetejét, de benézek itt először is. Mit látok innen? Temple, treasury, canal works.
És ez ilyen lazán lett csak felfedezve. Erdino Aretis House. Nézzünk be. Tudni járkál itt. Na, mit is beszéljek vele? Jó sok mindent lehet vele beszélni. Ram Compound. Ez valamilyen követség lehet, vagy nem tudom mi, csak itt tippelem. Opa, nem. Érdekes. Kaptam most egy kis questet. Lehet, hogy kéne csinálni maguknak kis küldetést. Szépport, Lalu Treasury vívekbe, az itt volt valahol, úgyhogy ezt persze tudom mindig igazából. Nem sokat nem mond igazából róla, mindegy. Na, hol is volt a treasury? Szembe elvileg. Micsoda küldetés? Át kell mennem szembe. Másik oldalra. És tényleg. Csodálatos. Nem baj, milyen szorgalmasak vagyunk. Kinek is kell átvinni, ezt nem néztem meg. Erdélyen... Micsoda? Van fontos összevéztő. Treasure Baron Allen. Treasure Baron Allen. Ez nem ő. Talán itt. Ez csak egy sima őr. Ő azóta is megszökik éppen, tök jó. Jó, mindegy. Na, hol van a Treasurer? Volt, lehet, hogy itt nem tudom, mindjárt kiderül. Igen, ő az. Fel se tudja, ki küldött, de... Már valami sealed akármi, akkor azt kell keresni, nem tudom. Hát... Sealed report, itt van, igen. Így van, itt van a report. Oké, oké, mondd el Adrino Aretinek, hogy leszállítottad. Jó. Nem tudom, miről volt szó, de biztos. Aha, ott van benne az über nagy kincs, amit nem engednek megnézni, gondolom én. És mindenki jól megbüntetne és megolna, hogyha meg akarnám nézni. Úgyhogy nem nézzük meg. Na hát akkor vissza a hölgyhöz, hátra tudunk valamit questezni itt, idézőjelben. Akárki, aki Lalukhoz tartozik, most az jobb barátunk, mert nem igazán tudtam haladni a dolgokkal, úgyhogy hátra így sikerül. Aztán hát, ez csak ilyen egyszerű küldetés volt. Sealed report. Na hát, aki átvitte a reportot, igen, 50 arany, de jó. Hopp, aha, újabb biznisz. Mit számolt a collect a debt from Murudius Flaus, vagy kicsoda? Aha, Laoadban él, és hát 800 ilyen aranyjal tartozik. Hogyha nem füzet, akkor öljen meg. De hogyha füzet, akkor a fele pénz az enyém. Na, csak odaadnám. Itt van a pénz, persze. Oké, okay, mind megvan. Remélem nem volt túl problémás. Fejük megtartatott király. Van még business. Mendits are always bad for business, because Mendits... Aha. Egy szállítást kéne intézni Tarwin Farennek. Aki a Seal Stridernél vár. Farin Quarter fele. Jó. Most megnézem a questek között, hogy ezt most Lalu questnek veszélye, vagy ez most micsoda. Lalu Hortátor, nézzük csak. Aha, Hortátoros quest, ez azt mondja, hogy Classius Curioval dumáljak. Bár az Escort is egy Lalus quest, az is igaz.
Úgyhogy szerintem, amit vagyok jövőkben, Crassius Curioval kéne beszélnem, ha már. Aztán, hogyha kell még quest ezeket nem neki, akkor vagy valamit csinálni, majd ő megmondja, de addig nem pattolok itt én a többieknek, feleslegesen, esetleg. Úgyhogy innen ki. És akkor egyet fel. Kéne mennem. Csak nem volt bent egy lépcső, amit nem láttam, de szerintem nem. Na itt, ez. Felupláza. Itt valamelyik rögtön az övé kell. Elven Nations Corner Club, érdekes. Egy hely. Itt szerintem az a vicc, hogy még életemben nem jártam ennek a tetején például. Curio Manor. Lego Alchemist. Lego Palm Broker. Na, Lulu Kovács. Így van, hát ez már benézek. Nem sűrűn látok egy sötét elf kovácsot. Bár hazudok, mert már láttam egy-kettőt, de mindegy. Nem sűrűn az végül is meg a helyét. Most tudom, miért nem sűrűn. Nincs valami extra cucca, hogy őszinte legyek. Na, mi van itt még? Jövök Lalo. General Goods. No Name Club, érdekes. Érdekes egy névválasztás, mit nem mondjak. Jó, ez volt ez a fickó. Már nem emlékszem a nevére, de kb. Gyorsabban megtalálom szerintem, mint hogy rájönnél. Na, ő biztos, hogy nem az. Kit keresek? Igen, ez a Crassius Curio, ő az. És most itt vagyok, ő sem az. Hol a mester? De még ő sem az. Fickó bujka ellen, de ő az, oké. Na, hello, hello. Crassius Curio, azt tudom. Nem vagy, aha, nem vagy a tagja, ugye a House. Valónak biznisz. Sweetie, dear, hogy beszél a csávó? Nem akarok utalgatni arra, hogy esetleg saját nemhez vonzódik, nem tudom miért becizget ennyire, nem mindegy. Portátorokról beszéljünk. Lago Portátor. Igen, tudjuk a tradíciót, úgyhogy elmesem a sztorimat, és légy szíves, legyek Portátor. Portátor akarsz lenni? Ó, te szegény. Orvazdrán nem akar téged Portátornak. Nagyon kevés ilyen kancellor vagy kancellár kockáztatná meg, hogy Szerdren, Disapproval, nem tudom most, hogy mit jelent, most gondolom az, hogy jelent mondanák, vagy nem tudom. Yes, Fiti, I will name you Hortator, but I have something to ask of you. Tehát, hogy ő engem Hortatornak fog hívni, a cserébe kér valamit. Úristen! Azt hiszem, hogy ez a mélypontja ennek a végigjátszás sorozatnak. Egy NPC arra kér engem, egy fickó, hogy csókoljam meg. Nem tudom, hogy jól látok-e, de sajnos attól tartok, hogy igen. Most már nem alaptalan a feltételezés, hogy igen, saját neméhez vonzódik a fickó. Mindent a Hortatori kinevezés érdekében. Ezt le fogom tagadni, már videó lesz róla, akkor is letagadom. Oké. Na most jött a legboldogabb a vivekben. És hát itt az ideje, hogy adjon számra egy ajándékot. Úgyhogy most kinevezi... Micsodálsz, hogy... Nem, az ő szavazatát megadta arra, hogy Hortátor lehetnék. És hogy hát javasolna valamit. Nézzük, mit javasolna. Drum Barrow-t is biztos meg tudom győzni arról, hogy Hortátor legyek, ha megtalálom. Azt mondja, Orvas Dren... ...nek... neve Nau lesz, és Valanda Omania zsebében van kb. Úgyhogy valószínűleg át akarok menni, jobb, hogy átmegyek Dren Plantationhöz, mielőtt beszélek vele. És ott van Yngling Half-troll. Oké, hát ez egy érdekes lesz. Aha, Szent Tomskanton. Orvas Drendran, Beró,
Valahol itt van vivekben. Nagyon titkolózós, nem tudni, hogy hol. Hát ez marha jó. Istenem, ha megtalálom Orvasz Drán, ez nem van Unász. Orvasz. Ha Orvasz Drán ugye halott. Ez érdekes. Neven a Unász, Velen de Omani. Igen, itt ugye mesél mindegyikről, hogy melyik hol él, és ezeket igazából marha jó lenne most így fejegyzetelni, mert már is szívni fogok ezekkel. Drambelót meg kéne keresni, valahol itt van, azt mondta. Orvasdren halott, tehát őt nem nagyon tudom meggyőzni valószínűleg. Ulesz Manor, Szurán közelében él. Ott van valahol birtoka, oké, okay. Valand Omani. Viveken kívül az Elmaz Islanden él. Telvanni résztől kell tovább menni valamerre. Azt mondja, hogy fordulj délfele, menj át a hídon és elmesz Islanden vagy elvileg. Na jó. Drambelót kéne megtalálni, ha már itt van. Ha? A Lucan Silors, ez jó, hogy felsorolja. Igen, azt mondja, hogy csak sármomat vessem be a többi tanácsnoknál is, bizonyára bármit meg tudok szerezni az én kis pici szívemnek, vagy bármit, amit a kis pici szívem kíván, szó szerint körülbelül. Oké, okay. Hát... Aha, Drambero azt mondja, hogy látta St. Tom's Cantonban. Az tök jó. Fú, hát ez hamar lehet, hogy megoldódik, St. Tom's Canton. Azt hiszem, hogy az, akit nem tudják, hogy pontosan hol lakik. Menjünk ki gyorsan, és akkor az a St. Tom's Canton. És valahogy jussak már ki innen. Akkor megkeresem a fickót. Na ez aztán pont ott így rossz felé ki, igen, pont nincs semmi, király. Legalább szépen belátni a telepet, ha másod, nem? Na, ezen a bejáton itt még az érben jöttem be szerintem. Az a vicc. Mivel az a város, amit most is már itt vagyok 50 nem tudom hány szinten, és még szerintem a városnak 80%-át nem láttam. Azért ez még sokat elárul. Szent Onz, azt mondtam, hogy azt hiszem... Ez a balra és a másik felén tök jó, tehát totál nem erre magyarul. Király. És még egy jobbra is valószínű. Jó, hát meglátjuk. Nem muszom magam nélkül, hogy ne győzködném meg az összes tanástagot, itt sem úgy tűnik. Tehát a Redoran cuccok azok annyira most nem. Akkor megyek tovább. Lányok, megyek jobbra is. Szerintem ott az már az lesz. Ő itt a Szent Dejen Kanton, olyan van egyáltalán? Ja persze, oké. Okay. És akkor remélem ez lesz az, amire gondoltam. Nem akkor szívás. Jó, ez az. Na most itt látták valahol a fickót, de hogy hol? Ugye... Jó kérdés. És végig kell járnom az elejétől a végéig. Upper North One. Ez egy érdekes. Ez kiadó az a ház. Nem tudom, miért van azonosítva. Galisszelet. Drambero. Aha, nem tudja, hogy hol élhet, de látta itt a tetején St. Tom's-nak már ezelőtt, tehát itt van valahol elvileg, tehát Drambero, csak hogy a nevet ne felejtsem el. Hát gyertem, az itt láttam valahol, az nem azt hiszem, hogy lakásában van. Próbáljuk meg össze ilyen zártörések nélkül. És ha nem megy, akkor már zártöréssel fogok körbenézni. Valahol itt kell lennie igazából, ebben a részben.
Nem lehetne vele beszélni erről. Benne rugalász. Csináltam igazából. Mindig Half-Troll. Na, pont őt emlegette. Portátorról beszélgessünk. Get Halvis. Való portátor. Az akarok lenni. Ha. Nagyon megható sztori, de hogyha nincsen 2000 aranyod, akkor nem kapod meg a szavazatomat. Na, ez egyszer lesz, itt a 2000 aranyod. Öröm volt fel üzletelni be, Mászár. Szavak embere vagyok. Úgyhogy megvan a szavazatod. Hogyha megvan mindenkinek a szavazata, akkor pedig beszélj Crassius Curioval. Hát ez könnyen ment. Bárcsak mindenkinek a szavazatát meg tudnám így vásárolni 2000 aranyért. Ladóházban úgy látszik, ez így működik. Még jó, hogy kapcsoltam, hogy itt ő az, akivel bizniszelni kéne, mert elmentem a mellette, az úgy kis plusz munka lett volna. Aha, majd már a basement level 85-ös zár, ezeket majd a végére hagyjuk. Gyanítom, a fickó valahol itt rejtőzik, ha látták már itt, és nem tudják, hogy hol lakik, valaki biztos rejtegeti, vagy nem tudom. Ez nem itt fog szembe jönni, az biztos. Melyik volt az? Trambero. Ő is látta, hogy itt van, itt mászkál, de nem tudja, hol lakik. Oké. Okay. Itt micsoda? Templom. Végülis az is rejtegetheti. Igen, ő is látta már. Upper Souls van. Ez kiárat. Igen, ez a szöveg, nem lettünk okosabbak. A műverkönyv pentagrammával. Hoppá! Még mindig nem tudjuk, hogy hol van a fickó. Templomba is fussunk egy kört. Hát ha. Senki pedig hol lakik, ez is érdekes, mindenki csak hallott róla. És van egy két zárt ajtóban, nem túl erősek az árak, de... Hát hogy mondjam, erős a gyanú. De gyere, megpróbáljuk így sima körbenézéssel megtalálni az ürgét. Nem megy, akkor kénytelen leszek az árakat törni. Azt a témát felhozni neki. Szerintem nem itt van valahol, mint egy háztetőn, vagy valami tényleg ilyen elvetemült helyen. Jó pofa. Nem is csak ugyanazt mondja, mint a többiek. Hát jó kérdés, ugye? Ha itt sincs, akkor jönnek az zárt ajtók. Haunted Manor. Na. Hát itt bujkál. Szerintem én itt már voltam. Az gyanító. Korábban. Nem volt. És itt meg is találtam a fickót. Hoppá. Rambero. Drum is my boss. Aha. Valóban itt régen itt találtam meg, Rambero. Hello, hello. Igen, mondja, hogy megtette a szükséges új intézkedés, hogy ne legyen túl könnyű megtalálni. Úgy tűnik, hogy nem tette eleget. Mert itt vagyok, megtaláltam. Mit tehet értem? Hát azt tehet értem, hogy való portátor akarok lenni. Nem esélyem a sztorimat, és szeretnék az lenni. Megtaláltál engem, tehát ez azt jelenti, hogy hát ugye hasznos vagy értelmes ember vagyok, rám fog szavazni. De az egyedül szavazata az nem sokat ér, Ingling. Egy bolond, vagy lefizeted, vagy megölöd. Crassus Curio, az élvezetek ember, és hát könnyen lehet manipulálni, most már tudjuk, hogy mi volt ez a manipulálni, ugye.
Belanda és Nevena, ők Orván, Orvas Drenz meg a csatlósai kb. És semmit sem tesznek az ő beleegyezési nélkül, viszont Orvas Drenzre meg azt mondták, hogy halott, lehet, hogy már pont én öltem meg, már nagyon nem emlékszem, lehet, hogy belefutottam, igen. Úgyhogy nem tudom, hogy velük mi lesz, azt hiszem Belanda, Nevena. Kanszilorokra mesélj egy kicsit még. Nézd meg a könyvbe, hát kösz, másik fiszkolgába elmesélte nekem. Az olyan jóba lettünk. Hát igen, na mindegy. Azért már haladunk most már a laguházzal is, végre, valahára. De akkor még vagy legalább kettő tanácsnokot meg kell győznöm, lehet, hogy többet is, mert el kell nézem a könyvet, de hát haladunk azon az úton, itt is Fortátorra választassuk magunkat. Úgyhogy hát innen folytatjuk legközelebb, addig is sziasztok!